Maga a szó, hogy nemzetművésze, ez egy nagyon, nagyon súlyos, gyönyörűséges két szó. Ez egy óriási felelősség. Én eddig is tisztességgel, becsülettel, hittel dolgoztam és tettem a dolgomat a népdalok és a népzene iránt, de azt hiszem ezzel az elismeréssel a hátam mögött, ezzel sokkal jobban és sokkal nyitottabban kell vinnem ezt az ügyet, amit népdalnak és népzenének hívunk. Én egy olyan családban nőttem fel, egy pici faluban, Győr mellett, hogy nem volt sem rádiónk, sem televíziónk egészen 17 éves koromig. Édesapám és édesanyám is nagyon szerettek énekelni, és édesanyám énekkel altatott, énekkel keltett bennünket minden reggel az öcsémmel, indultunk az iskolába. Tehát az ének az egy olyan dolog volt a család életében, az éneklés, és az ének, a dalolás szeretete, mint amikor az ember levegőt vesz. 1970-ben volt egy nagyon nagy országos népdaléneklési verseny, amit a televízió is közvetített, és gyakorlatilag én itt találkoztam azokkal az emberekkel, akik meghatározóak is lettek az életemben. Tehát Halmos Bélával, Sebő Ferivel, akik először indultak Erdélybe Martin György tanácsára és útmutatásai alapján gyűjteni, és ők az onnan hozott élményeket, meg gyönyörű anyagot, azt megosztották velünk is, és gyakorlatilag az, hogy én elindultam Erdélybe először 1971-ben, az Ferinek és Bélának volt köszönhető, tehát kíváncsi lettem én is arra, hogy hol is élnek, hol születnek, hogy születnek az emberek lelkébe ezek a dalok, és hogy maradtak meg ilyen sokáig. 31 pár éve tanítok az Óbudai Népzenei Iskolában, és mindig is ez volt az álmom, hogy ne csak színpadon adjam át az énekeket és a népdalokat, és mutassak rá a szépségükre, hanem a gyerekeknek a lelkét is szólítsam meg vele, és ez a legfontosabb, hogy megbeszéljük, hogy milyen körülmények között születhettek ezek a dalok, elmegyünk még olyan helyekre, ahol ezek még bizonyos körökben élnek, tehát népdalkörök, énekesek tartják életben. Az érzéseimet legjobban ezekkel a dalokkal tudom kifejezni. Én megtalálom az örömömre, a bánatomra, a jókedvemre való dalokat szövegben is és dallamban is. És ez a lényeg, hogy nekem, hogy tud engem megszólítani az a szöveg, az a dallam. És ha megszólít, akkor nekem ez az egy csoda, és boldogan énekelem, és adom tovább.